Tisztelt hallgatóság, kedves diákok! Nagy öröm számomra, hogy részt vehetek ennek a nemes vetélkedőnek és eseménysorozatnak az előadójaként. A török világ, azon belül is különösen a közép-ázsiai, kaukázusi törökség egy halatlanul sokszínű és sokoldalú megközelíthető része a világnak, és azt kívánom mindenkinek, hogy ha teheti egyszer az életében, legalább egyszer az életében jusson el oda. Ezt persze csak egy bevezető gondolatnak szántam, és szeretném megköszönni egyúttal a türk tanácsnak a felkérését, megtisztelő felkérését, hogy részt vehetek ebben a vetélkedőben előadóként, és segíthetem a közép-ázsiai törökség, illetve általában Közép-Ázsia és a vele szomszédos régiók megismertetését a magyar nyelv területen. A mai előadásom Vámbéri Ármin és Közép-Ázsia kapcsolatát fogja körüljárni. Amint azt talán ismert önök előtt, vagy előttetek, kedves diákok, Vámbéri Ármin egy jeles magyar keletkutató, felfedező, utazó volt, 1832 és 1913 között élt. Szegény sorból felemelkedett, kalandos, sokszor izgalmakban teli és termékeny életpályát tudhatott maga mögött. Vámbéri Ármin világhírű tudósunk volt, széles ismertség övezte őt, nem csupán a magyar nyelvterületen, hanem mind a muszlim világban, mind pedig Európa jelentős részén. Ennek a világhírnek a megalapozója az az út volt, amely 1862 és 1864 között zajlott le, melynek során Vámbéri Ármin azt a tervet tűzte ki maga elé, hogy feltérképezze és megértse Közép-Ázsia akkoriban eléggé rejtett és kevéssé ismert világát. Célja elsősorban a magyarság őshazájának, a magyar őstörténet rejtélyes kérdéseinek a megoldása, valamint a magyar nyelv rokonságának tisztázása volt. Vámbéri maga is egy nyelvzseni volt, és hite szerint az empirikus, tehát tapasztalaton nyugvó kutatás, a mai fogalmainkkal élve a terepmunka elsődlegességet élvezett egy-egy tudományos kérdés tisztázásánál. Mint oszmán törökül és perzsául igen jól megtanuló személy, már az 1850-es évek végétől isztambuli konstantinápolyi tartózkodása során kötött ismerettségeket közép-ázsiai származású egyénekkel, és vélhetően ekkor az 1850-es évek végén fogalmazódott meg Vámbéri Árminban az a vágy, hogy mint lelkes magyar hazafi segítse a magyar őstörténet és a magyarság elejének kutatását. Mindezen célból isztambuli közel 5 éves tartózkodását követően pályázott és nyert egy jelentősebb összeget a Magyar Tudományos Akadémiától egy közép-ázsiai felfedező út finanszírozására, és ezeken túl pedig a Magyar Tudományos Akadémia egy latin nyelvű ajánlólevéllel is ellátta Vámbérit. Vámbéri Ármin 1862-ben Isztambulból indult el világhírt hozó közép-ázsiai útjára. Útjára lehetőségei szerint igen jól felkészült, hiszen Isztambulban nyelvleckéket vett ott tartózkodó özbegektől, más néven üzbégektől, és a keleti törökség, a közép-ázsiai törökség Isztambulban fellelhető nyelvemlékeivel, kézirataival is foglalkozott. Mindezeken túl Vámbérit nagyon erősen segítette felkészülésében közismerté vált adaptációs technikája, vagyis azt, hogy rendkívül ügyesen és talpra esetten tudott idobulni az aktuális, kulturális, társadalmi közeghez vagy helyhez, ahol éppen tartózkodott. Mindenben nyelvismerete, valamint diplomáciai érzéke is nagy mértékben segítette. Vámbéri Ármin 1862-ben indult el Konstantinápolyból, és először hajóval
indult el 1862, egészen pontos azon belül tavasz folyamán, a mai Trapezunt környékéig hajózott. Szerencsés módon több olyan segítője volt a mai Kelet-Törökországban, akik őt már ismerték, vagy a Vámbirinek adott oszmán ajánlólevelek hatására fölkarolták. Ilyen volt például Hüszein Daim pasa, aki már Isztambulban is Vámbéri, mondjuk úgy, patrónusa, szponzora, mecénása volt. Isztambulból Trapezuntba, Trapezuntból kisebb megálló után Erzurumba ment tovább Vámbéri, és Erzurum után indult el a mai török-iráni, akkori oszmán-perzsa határvidékre. 1862 nagyjából azt lehet mondani, hogy májusában lépett át a mai Irán területére, akkori nevén Perzsia területére, ahol egyébként szintén a törökség jelentős csoportjai éltek és élnek, így Vámbéri első élményei a mai Perzsián, a Törökországon kívüli törökségről nem Közép-Ázsiában érték őt, hanem a mai Irán északnyugati részén, ahol az azeri törökség etnikai csoportjával találkozott, Hoy, Tebriz, Kazvin, Zanjan városaiban. Több levelében is ír ezekről az élményeiről, amelyek ilyen vegyes hírek, hiszen Vámbérinek hozzá kellett szoknia az iráni világ merőben más kultúrájához, az oszmán világtól eltérő síita, 12-es síita vallási helyzetéhez, és mindezeken túl pedig az azeri török nyelv, ahogy Vámbéri fogalmazott, a tatár nyelv, az oszmán töröktől eltérő sajátossága is bizonyos mértékű tanulásra kényszerítették. Vámbérinek az ajánló levelei nagyon sokat segítettek abban, hogy Teheránban, a korabeli Perzsia, a mai Irán fővárosában azonnal megnyíltak előtte a diplomáciai körök. Mind az oszmán török követségen, mint pedig a brit követségen nagy bizalommal fogadták. Vámbérinek azonnal az volt a terve, hogy néhány hét tartózkodás után 1862 nyarán kora őszén neki induljon közép-ázsiai útjához. Azonban ebben több akadály merült föl, mindezen akadályok többrétűek voltak. Egyfelől az aktuális politikai helyzet sem kedvezett neki, hiszen Vámbéri arra törekedett, hogy a mai Irán északkeleti részét elhagyva a mai Afganisztán területére lépjen be, és onnan Herát vidékéről, a mai Herát városok vidékéről szeretett volna Közép-Ázsiába tovább utazni. Ezt azonban a Herát területét sújtó háború, és úgy általában véve az ottani különböző nomád népcsoportok mozgolódásai meggátolták. Így Vámbéri kényszerből is, illetve részben amiatt is, hogy saját bevallása szerint ne kényelmesedjen el a teheráni városi millióban, tett egy mai fogalmaink szerint turista utat, melynek során Teheránból dél felé, Perzsia Irán déli részeit érintette Kóm, Iszfahán, Perszepolisz és Sírász területét, ahol egyébként főleg Sírász környékén megint csak találkozott török népekkel, leginkább az úgynevezett kaskái törökökkel. Visszatérve Teheránba, Vámbéri ismét 1862 őszén ismét az oszmán török követség vendégszeretetét élvezte. Hivatalosan természetesen az ő inkognitója már ekkor is változó volt, megváltozott. Őt, mint szunnita dervist mutatták be, egy kegyes életű, az iszlám vallásban elmélyült jámbor muszlim szerzetest mutatták be, a dervis jelentése ez, aki az oszmán udvar, ha úgy tetszik, a szultán követeként nagy tekintélynek örvendett, és teheráni tartózkodása alatt az oszmán török követség, valamint a korabeli Perzsián keresztül utazó török ajkú, különböző török ajkú szegény muszlimok közötti közvetítő volt, ha úgy tetszik, jámbor dervisként, vallási tanítóként is működött. Vámbéri sikeresen felépítette
inkognitóját, és magát Rashid Effendi, vagy Rashid Effendinek nevezte, és soha, de soha nem törekedett igazi európai identitása felfedésére. A lehetőség azonban, hogy Közép-Ázsiába utazzon, nehezen csillant fel előtte. Nem csupán az előbb említett afganisztáni belpolitikai zavar gátolta útjában, hanem önmagában Közép-Ázsia is, amely Közép-Ázsia alatt a volt Szovjetunió területét értjük, a mai Türkmenisztánt, Üzbegisztánt, illetve részben Kazaksztán területét, az ott élő törökségét. A probléma az az volt, hogy ebben az időben ezek a területek meglehetősen zártak voltak, és nem voltak túlzottan barátságosak az európaiakkal. Vámbéri előtt közel 20 évvel egészen tragikusan végződött két brit utazónak a buharai, közép-ázsiai útja, Studdart és Connolly két brit követ volt, akiket lefejeztek Bukharában. Ez a két brit állampolgár meggyilkolása, lefejezése sokkolta a nyugati és főleg a brit közvéleményt, és jó időre elriasztotta az odautazó nyugatiakat. A bizalmatlanság oka elsősorban a gyarmatosítástól, az idegen külföldi befolyásszerzéstől való tartózkodás volt a helyi hatalmakban, a Buharai Emirátusban, a Hivai Kánságban és a Kokandi Kánságban. Közép-Ázsia egy orosz-brit gyarmati versenyfutás előestéjén volt, amit ugye angolosan The Great Game-nek szokás nevezni, a nagy játéknak. Oroszország, a cári Oroszország és Nagy-Britannia igyekezett gyarmatosítani ezt a régiót. Az itt élő kis muszlim államok, három állam, a Buharai Emirátus, a Kokandi Kánság és a Hivai Kánság nem szerették volna a gyarmatosítást, és ezt a külföldiek kizárásával igyekeztek meggátolni. Vámbérinak emiatt a Rashid Effendi inkognitó nagyon is jól jött, mint kegyes életű szunnita török, oszmán török dervis utazott be Közép-Ázsiába. A lehetőség 1862-63 fordulóján csillant meg előtte végül, amikor egy Mekkából, a mekkai muszlim zarándoklatról, a hadzsról hazatérő közép-ázsiai török karavánhoz sikerült csatlakoznia. Ők főleg Kokandból és Aksuból, tehát Közép-Ázsiának a dél-keleti részéről származtak. Egy 80 fős karavánhoz sikerült csatlakoznia. Persze fölmerültek is, hogy hogy sikerült Vámbérinek megőrizni az inkognitóját. A válasz az, hogy még ezt ő rendszeresen gyakorolta, tehát olyan szinten tudott nyelveket, másrészt a gesztusai, még a kéz gesztikulációját is tudta szabályozni, éjszakánként például a kezét lekötötte. Amúgy emellett vezetett egy titkos naplót is, amelyben arab betűsen, de halandzsa nyelven fogalmazott, vagyis hol magyarul, hol törökül, hol arabul, hol perzsául írogatott szavakat, de kizárólag arab betűkkel, ezáltal elrejtette a valódi inkognitóját. Mindezeken túl persze azért voltak problémák, ma már tudjuk azt, hogy többen gyanították az ő inkognitójának, az inkognitójának a létét, és azt, hogy ő egy európai. Vámbéri végül 1863. márciusában lépte át az mai iráni türkmén határsávot, és először Hivába látogatott, ahol a Hivai Kán udvarában, mint az oszmán török szultán küldötte, mutatkozott be, és elnyerte a Hivai Kánnak, a nagyvezének, Sükrullah Beynek a jó indulatát, aki több hétig magához vette Vámbérit. Hiva a korabeli Közép-Ázsia legnagyobb rabszolgapiacának számított, emellett természetesen az Araltó vidékének is regionális, régi, ősi gyökerekre tekinthető regionális állama volt. Vámbéri érkezésekor azért volt némi bizalmatlanság vele szemben, hiszen a karavánjának a vezetője úgy mutatta be őt, hogy hoztunk magunkkal néhány érdekes négy lábút és egy érdekes két lábút, mely ugye nyilván Vámbérinek a picit misztikus, bizonytalan identitására utalt. Az igazi nehézségek egyébként Hiva után következtek. Vámbéri a karavánnal Hivából Buhara felé vonult, Közép-Ázsia egyik leghíresebb városába, ám a karaván megriadt a
türkmén etnikai származású nomádoktól, akik folyamatos fenyegetést jelentettek a jámbor kereskedőknek a csoportjaira. Ez egy vaklárma volt, de a vámbéri karaványa úgy megrémült, hogy letérve az Amudarja folyónak a biztonságos és vizet adó völgyétől a sivatag belsejébe, a Kizilkum sivatag, a Vörös sivatag belsejébe vetette magát, ahol majdnem a karaván nagy része elpusztult, illetve nagyon sokan megbetegedtek. Vámbéri is leírja, hogy hogyan veszekedtek a maradék posvadt vizükön, hogy hogyan feketedett a nyelve, és végül aztán ő is elvesztette az eszméletet a pokoli hőségben, és egyszer csak arra ébredt, hogy Buhara határában két perzsa rabszolga savanyú tejjel, vagy ilyen íróval élesztgeti Vámbérit, aki öntudatlanul valamilyen nyelven nyöszörgött, ezt már nem is tudta megmondani, hogy milyen nyelven, de szerencsére itt sem lepleződött le. Buhara a korabeli muszlim Közép-Ázsia legvallásosabb városának számított, a Kubbatul iszlámnak arabul, az iszlám kupolájának nagyon vallásos, de nagyon zárt város volt. Itt Vámbérinek különösen vigyáznia kellett identitásának a egyengetésére, elfedésére. Nem volt minden veszély nélküli, de megúszta. A buharai emírnek, egy magasrangú hivatalnak, és Rahmet Bég folyamatosan kémekkel figyeltette Vámbérit. De mégis ennek ellenére Vámbéri termékeny és érdekes heteket töltött Buharában, amelynek a vibráló életéről páratlan leírás küldött az orosz cári hódítás előestéjén vagyunk, 3 évvel az orosz cári hódítás előtt, ezt nem szabad elfelejteni. Vámbéri és karavánja néhány heti buharai tartózkodás után még keletebbre vonult, és Szamarkand városát látogatta meg. Szamarkandban szintén voltak, hát nevezzük, hogy meleg pillanatai Vámbérinek, ahol maga a szamarkandi kormányzó is kihallgatta őt egy audiencián, de ott sem a muszlim vallásban és a helyi szokásokban való jártassága olyan mély volt, hogy sikerült eloszlatni minden kételyt. Ráadásul ő, mint jámbor dervis, helyi muszlim dervisekkel is jó barátságba került. A karaványa innen még keletebbre indult, Vámbériben is fölmerült, hogy még tovább menjen Kasgár felé, de végül szamarkandi dervisek csoportjához csatlakozott, akikkel szépen lassan 1863. szeptember-októberében elhagyta Közép-Ázsiát, és végül a mai türkmén-afgán határon lépett át a mai Herát környékére, a Északnyugat-Afganisztánban. Itt már talán kicsi elfáradt, pénzesen volt. Ami nagyon fontos, hogy Vámbéri Közép-Ázsiából hozott magával egy embert, még hivában ismerte meg Csagatály Izsákot, vagy más néven Iszhák Béget, aki innentől fogva Vámbérit elkísérte, és Vámbéri 1864. januárjában ért át egy karavánhoz csatlakozva az afgán-perzsa vagy afgán-iráni határon, és végül a teljesen lerongyolódott, elszegényedett, elgyötört Vámbéri 1864 elején Meshed, a mai iráni Meshed városában fedhette föl igazi identitását, mind utitársainak, mind pedig, ha úgy tetszik, kvázi önmagának is. Közép-ázsiai útja nagyon fontos, mert az orosz cári hódítás előtti utolsó pillanatokat rögzíti. A magyar őstörténet szempontjából, mely eredeti célkitűzése volt, talán kevesebbet tudott lépni, vagy kevesebb eredménye jutott, hiszen az inkognitója védelme miatt nem tudott például szabadon könyveket venni, nem tudott könyvtárakban, levéltárakban kutatni. Mégis azonban megfigyelései, a helyi török népek és nyelvek tanulmányozása, ezen nyelveknek az Európában kéziratos hagyományának az Európában hozatala óriási dolog volt, mely a török filológia, a különböző közép-ázsiai török nyelvek európai is megismertetésében mérföldkőnek számított, és együtt a Vámbéri kalandjai pedig világhírűvé tették őt. A dervis ruhában Közép-Ázsián át és számos más munkája világhírűvé tette, és számos nyelvre fordították le. Ezért van az, hogy például a brit nyelvtörténet a 19. században Kossuth Lajos után a második legismertebb magyarként tartjuk számon Vámbéri Álmint. Köszönöm szépen még egyszer, hogy beszélhettem ebben a nemes vetélkedőben. Thank you.
Thank you.